ne olyanok legyünk többé, mint a ingadozó nácán, hanem olyanok legyünk, mint akik bementek a kősziklába. Ezért mondja az Úr ebben az időben, menj a kősziklába. Ott tudod az Istennek a dicsőségét meglátni. Mózesnek is azt mondta Isten, amikor Mózes kérte, hogy mutasd meg, uram, a dicsőségedet, mert másképpen én nem megyek, nem megyek, nem megyek, gyere velünk mert látta Mózes, hogy milyen természetfeletti, emberfeletti feladatot fog jelenteni, nem csak az exodus, hanem az exodus utáni szakasz is, a pusztai vándorlásba. Vándorlás is, micsoda kiívásokat jelent, és azt mondta az úr neki, állj a és megmutatom a dicsőségemet. Elmegy az én dicsőségem előtt. Ha az úrnak a dicsőségét akarod, akkor állj a kősziklára. Ma nagyon fontos, hogy Jézus Krisztusban szilárdan, stabilan álljál meg. Őben ne bízzál. Mert itt a Szentlélek ezt sorolja föl, hogy annyi minden dolog van az utolsó időkben a világban, ami az embernek a bizalmát is, a te bizalmadat is, és az én bizalmamat is magához akarja vonzani, le akarja kötni, csak hogy elszakítson a mindenhatóban, az örökké valóban való bizalomtól. De bízok benne, hogy te nem fogsz elszakadni, és nem lesz apostata belőlem, hanem egy hűséges Isten, szolgáljaké fogsz, ö, ö, Isten szolgáljaként fogsz élni a jövőben is, és szolgálni fogod az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből.